Sziasztok! 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 A következő epizódunk jön. Azt kell, hogy elmeséljem az előzőről, hogy a HR Fest Online-t az előző hét napban 50 ezeren nézték, tehát 50 ezer megtekintésünk volt, ebből több mint 8 ezer volt a mi előző epizódunk, úgyhogy igencsak jól sikeredett a megtekintése, és nagyon sokan hosszú ideig nézték, pedig 50 perces volt, úgyhogy ez egy tök jó dolog. Köszönjük nagyon annak, aki nézte. Ez igazán erőt ad, és még így pénteken, munkaszüneten a pénteken is van kedvünk belevágni. Annyi lesz a különbség az eddigiekhez képest, hogy egy konkrét témával indítunk, amit mindjárt át is adok Rolinak, hogy fessen fel, de azt azért nem ígérem, hogy ennél a témánál maradunk magunkat ismerve, és ezt nem is ambíciónk, tehát a lényeg az, hogy induljunk el erről, és akkor nézzük meg, hova jutunk, jó? Hajrá! Oké, akkor felvezetem ezt a témát, hogy azon gondolkodtam, hogy vajon ami most itt kialakult ez a helyzet, az hogyan fog hatni arra a megállapodásra, hogy jelenleg egy háromszögben élünk, és ennek a háromszögnek a három csúcsa, az egyik az a biztonság, ez a fizikai biztonság, az egészség, a másik csúcsa a megélhetés, és a harmadik csúcsa pedig a szabadság. Hogy van egy olyan hiedelmünk, hogy egyszerre lehetünk egészségesek, vagy végezhetünk egészséges munkát, meg lehet elegendő pénzünk is, és lehetünk eléggé szabadok is, és hogy vajon ez most föl fogja-e borítani, és meg fog-e ez változni, ez a helyzet, és ha megváltozik, akkor melyiknek a rovására változik, vajon tudunk-e majd mi szabadon választani, hogy melyik rovására változik, vagy pedig mindenféleképpen, hogy ez az én félelmem, vagy egy ilyen kicsit ilyen negatívabb megközelítése, a szabadságnak a rovására fog ez számítani, vagy változni. Az akkor jött eszembe, amikor mesélte egy ismerősöm, hogy már a járvány így kezdett így kibontakozni, és akkor ő ment volna külföldre, és akkor a főnöke megkérte, hogy létszi, ne menjél, hogy elmehet szabadságra, de ne menjél ki az ország határon túlra, és akkor ő nem is ment ki az ország határon túlra, és még nem is érezte rosszul magát, pedig tulajdonképpen hát egy olyan, mintha egy ilyen virtuális vasfüggöny így újra emelkedett volna Magyarország köré, és ez indította el azt a gondolatot bennem, hogy erről talán érdemes lehet talán erről beszélni. Elég nagy téma, szerintem nagyon, nagyon sok felől meg lehet közelíteni, meg el lehet indulni. Amikor egyébként ezt mondtad, hogy ez legyen a téma, akkor nekem az jutott eszembe, hogy ugye amikor ez így igazán utoljára ezzel így foglalkoztunk, vagy így foglalkozott a világ, ez pont Amerikában a 9-11 után volt, hogy az emberek mennyit hajlandóak feladni a szabadságukból azért, hogy biztonságban legyenek. És akkor úgy egy csomó minden fölött egyébként úgy kollektíve hajlandók voltak szemet hunyni, akár a fölött, hogy az őket, ő trolluk nem adatokat gyűjtenek, vagy akár a fölött, hogy milyen eszközökkel tartja mondjuk, nem tudom, az amerikai állambiztonságban őket van tanuló mi egymás, és hogy ugye azt hiszem, hogy ez a Snowden vonal volt az, ami aztán itt ezen csavart egy nagyot, hogy így álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy ez mennyire oké-e. Van ez a téma, ez kicsit ez a hogy az emberek mit hajlandók feladni. De van az az oldala, hogy mi az, amit mennyire ragaszkodnak az emberek egyébként a szabadságukhoz valójában, meg az, hogy a szabadság az önmagában egyébként a biztonság meg a szabadság az egy ilyen, valóban egy ilyen ellentétes póluson van-e, vagy lehet egyszerre csinálni. Szóval szerintem nagyon sok oldalon meg lehet közelíteni, de ez mindenképp egy izgi téma. Engem még az az oldal is érdekel, ugye, hogy egy ilyen vezető hír volt, de rögtön az első napon, hogy a különféle megfigyelő szoftvereknek a piacán tapasztaltak egy laza 700%-os növekedést, és hogy azok a dolgok, amiket most így átadunk egyébként, ilyen jogok, akár a vezetőnknek, hogy oké, nézd, hogy én mit csinálok a gépemen, hogy azokat vajon megszokjuk-e annyira, hogy majd nem fogjuk majd visszakövetelni ezt a szabadságot. Ugye én inkább ebben a mikroszinten gondolkodtam. Hát igen, vagy elfogadod-e azt, hogy nem tudom, hogyha te nem akarsz visszamenni az irodába dolgozni, akkor ezt úgy lehet megcsinálni, hogy nem tudom, hogy egy ilyen állandó diagnosztika van a gépeden arról, hogy te mit csinálsz és mivel foglalkozom, mert így tudja a munkáltatót azt monitorozni, hogy te mit csinálsz, és hogy egyáltalán téged alkalmazzon-e. És,
Azért ez két másik elmélethez is szerintem egy kicsit kapcsolódik, nem? Amit feszegetsz, mert az egyik első, ami eszembe jutott erről, az a Maslow piramis, hogy az a három dolog, amit említette, azok igazából a Maslow piramisnak szintjei, és talán a Maslow piramisban a szabadság, az önmegvalósítás, az inkább a teteje felé van, és hogyha maga a biztonság és a kaja, tehát az önfenntartás sérül, vagy veszélybe kerül, akkor nagyon gyorsan elterelődik az önmegvalósításról a szó, és nagyon gyorsan visszafókuszálunk oda, hogy hát először is enni kéne, egészségileg biztonságban lenni. Itt egy kicsit furán alakult szerintem, hogy az egészségileg biztonságban lenni, az még a túléléshez képest is fontosabb prioritássá vált, tehát hogy egy kicsit az volt az érzésem, hogy inkább halunk éhen, mint hogy elkapjuk a vírust. Egy kicsit a legalábbis a társadalmi összeredmény az valahogy ebbe az irányba mutat inkább. Tehát egy kicsit, ha Maslow piramisra gondolok, és erre az irányra, az azt mondja, hogy már pedig a túlélésért, a biztonságért, a megélhetésért az ember mindig hajlandó feladni valamennyit a szabadságából, vagy akár bármennyit a szabadságából. Ez mindig később jön. De azért... Igen. Aha, meg szerintem az is egy ilyen érdekes dolog, hogy mennyire érzed a saját bőrödön ezt a biztonságot. Mert ugye van az a biztonság, ami így ilyen félelem, hogy nem tudom, Észak-Írországban is azt mondom, hogy volt egy ilyen hasonló vonal, mint Amerikában, ami ilyen nagyon látványos volt, hogy a terrorizmus lesz a legkönnyebb felhúzni. De a másik része az, hogy te mennyire érzed magadon konkrétan a veszélyt. Tehát, hogy amikor nem tudom, hogy ugye ez az éhenhalás vagy nem éhenhalás, tehát hogyha effektíve tényleg már azt látod, hogy az ismerős lélegeztetőgépen van, akkor így elgondolkodsz azon, hogy egyébként a Maslow piramisnak jelen pillanatban melyik szintjén érdemes tartózkodni ahhoz, hogy életben maradjál, és az nyilván valószínűleg a legalja. Míg hogyha ez egy ilyen nagyon távoli dolog, vagy egy ilyen nagyon távoli veszély, akkor úgy bele-bele kóstolsz a piramisnak a tetejébe, meg az igényed is letisztultabban megjelenik a felsőbb szintek felé. Én azt dobnám be, hogy én mindig gondolkoztam ezzel, amikor még a vírus nélkül is erről volt szó, hogy így a megfigyelés és a szabadság, hogy a szabadság és a megfigyelés az mennyire ugyanaz. Tehát, hogy szabad attól még lehetsz, hogy mondjuk mindenféle cikkeket olvasson a Google-ön, csak nem biztos, hogy akarod, hogy ezt mondjuk a Google vagy bárki más trekkelje. Tehát az is egy érdekes kérdés, hogy honnantól válik ez zavaróvá, hogy csak tudják, hogy mit csinálsz, hogy ellenőrzik, hogy mit csinálsz, hogy bele is szólnak, hogy mit csinálsz, hogy nyilván az már igen. De szerintem pont ebben van egy olyan összefüggés is, nem? Nem tudom, hogy ilyen freelancer platformokat ismertek, mint az Upwork, de a freelancer platformoknak az egyik minőségbiztosítási alapelve, hogy tudod, hogyha valakinek kifizetsz óradíjat egy munkáért, akkor ténylegesen ő azt megcsinálta. Például kifizetsz egy fordítási munkát, és azt ténylegesen lefordította, vagy bedobta Google Translate-be, és aztán visszadobta neked akármit is kapott onnan. Ezért az Upwork, mint platform, ez véletlenszerű időpillanatokban screenshotolja a teljes képernyődet, és ezt a folyamatot, amíg a te projekteden dolgozott egy ember, egy freelancer, ezeket a screenshotokat te ellenőrizheted. Azaz, kapsz egy szabadságot, ami a freelancer működés, hogy te akkor és ott és onnan dolgozol, ahogy akarsz. Kapsz egy szabadságot, hogy te osztod be az idődet, te döntöd el, hogy mind dolgozol. Viszont ez együtt jár azzal az ellenőrzéssel, hogy azért kell ellenőrizni, hogy ha már szabadon osztod be, akkor legalább ne kamuszhass. És akkor itt egyszerre jár együtt ez a szabadság, amit megszerzel freelancerként, azzal a kötelemmel, hogy a megrendelőd attól még kíváncsi arra, hogy ténylegesen elvégezted-e a munkát, nem csak bemondásra fog fizetni. Igen, de van ez a választás lehetősége, meg ez az a vélt szabadság, hogy tehát, hogy most ezt a példát nézem, akkor csak azáltal, hogy te belenézhetsz, te megnézheted a screenshotokat, azáltal neked van egy olyan biztonsági érzeted, hogy fú, akkor én valójában, ha akarnám, tudnám, tehát ugye, mint a GDPR, nem? Hogy odaadod az adatodat, és akkor azt mondják, hogy ez mégse oké, mindenki töröltethesse le az adatát,
De érdekes lenne látni ezt a statisztikát. Én, mint munkáltató, hozzám sem jött még azóta senki, hogy figyelj, szeretném látni, hogy akkor milyen adatot hogy tárolsz. Tehát hivatalon keresztül, vagy hivatalos megkereséseken kívül, ami ellenőrző szerv és nem magánszemély, egy olyan nem volt, hogy én azt szeretném, hogyha te törölnéd a CV-met, az összes levelezést, nem tudom mit. Ugye? Szerintem ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy a választás illúziója az egy ilyen nagyon fontos dolog az embernek, akkor is, hogyha nincs, az, hogy, tehát ha megadod azt a lehetőséget, hogy válaszol, akkor is valószínűleg ugyanazon az úton marad, vagy ugyanazon a vonalon. Transzparencia bizalmat teremt. Aha, igen, igen. És a másik szerintem az az, hogy ugye Google, Apple, a bármilyen szoftver, amit a nap mint nap használsz, hogy alapvetően két választás van, az egyik az, hogy teljesen kimaradsz a modern világból, a másik meg az, hogy ezt elfogadod, és azt mondod, hogy remélem, hogy nem én fogom őket érdekelni úgy igazán. Nagyon hálás vagyok Google-nek, amikor keresed azt az éttermet Ausztriában, ahol 5 évvel azelőtt voltál, és nyomogatod a térképet, és azt mondja, hogy ezt keresed, ahol 5 évvel ezelőtt volt, és azt mondja, igen, ezt keresem, de jó ez a Google. Ugyanakkor, amikor megnézed a timeline-ot, akkor teljesen ijesztő az, hogy látod azt, amióta van egy Google accountod, hogy ha mondjuk androidos vagy, hogy hol voltál, melyik pillanatban és mikor. Szóval, hogy ez nyilván a két része ennek nagyon ijesztő. Nem tudom, akartam még valamit mondani. Ja igen, és hogy a másik szerintem, ami még extrémebb ebben, az, hogy nem tudom, hogy veletek volt-e már olyan, hogy nem tudom, valahol vagy, és akkor vagy rollert akarsz bérelni, vagy nem tudom, Mollimo, Drive-nál, akármely közösségi közlekedési szolgáltatás, és akkor gondolkodás nélkül belefényképezed a bankkártyádat, a személyigazolványodat, a jogosítványodat, annak a számát, de gyakorlatilag egy teljes pénzügyi profilt így leadsz nekik, amivel szuper visszajelte az egész, és utána miközben a Zuckerman ugye az amerikai szenátus előtt védi azt, hogy a Facebook akkor most hogy és milyen, miként szivárogtatja az adatot, közben olyan adatokat megadsz, sokkal durvább adatokat, mint amit a Facebookon megadsz, bárkinek szinte azért, hogy eljuss gyorsabban, Malagában, A-ból B-be. Igen, igen, mindjárt adom neked róla a szót, hogy pont neki téged akar felkérni, hogy amiről beszélünk, szerintem az tök jó volt, amit Petya mondott, hogy valamit berakod az ellenőrzést, és ezáltal tulajdonképpen választasz, hogy szabadonban tudsz dolgozni, de ennek van valamennyi ára. De én valahogy, Róli, a te eredeti felvetésedben azt mást hallok ki, én azt hallom ki, hogy most átadunk önként és kvázi dalolva, mert a saját érdekünk, hogy átadjuk, de hogy valamiért inkább azt érzem, nem, hogy ezzel esetleg el fognak kezdeni visszaélni, hogy nem akarják majd visszaadni a hatalomba lévők, akár a főnökön. Miért? Ez a kérdés, hogy most, amikor hirtelen mindenki home office-ra vált, akkor nagyon könnyen átmegy egy olyan javaslat, hogy új srácok, telepítsetek ezt az appot, mert hogy most be van tojva a globális vezetőség, és akkor én telepítem, az ott van, megváltoztatja esetleg az én szokásaimat, a működésemet, és amikor visszamegyek az irodába, akkor meg azt mondom, hogy akkor én letörölném, oké? Okay? És azt mondják, hogy majd lesz róla szó, most még ne töröld le. És akkor eltelik egy év, és akkor már nem is akarom letörölni, és akkor már is átadtam egy újabb ellenőrzési pontot, tulajdonképpen a semmiért cserébe. Ugye, szóval, meg amit Petya, amit te mondasz, abban van egy trade-off. De itt meg csak úgy marad. Itt is történik trade-off. Tehát itt is az történik, hogy belekerültünk egy új szituációba, és mind a két fél nem csak egy irányba történik elmozdulás, hanem mind a két fél alkalmazkodik ehhez a szituációhoz, mind a két fél enged valamiből, mind a két fél átpozícionál, tehát olyan, mint eltört volna egy csont, és újra forradt valahogy. És igazad van abban, hogy ahogy visszamehetnek az emberek az irodába, ez nem fog újra eltörni és újra forradni, és nem fog ugyanolyannál visszaválni, hanem egy új státuszkóval érkezünk vissza, de abban az új státuszkóban benne van az, hogy tök oké, hogy van magánéletünk is, tök oké, hogy napközben is néha intézhetünk dolgokat, a munkaidőnek nem egyszerre kell meglenni, hanem összesen, de benne van az is, hogy egy kicsit több kontrollt engedünk néha, benne van az is, hogy egy kicsit közvetlenebb a számonkérés, tehát kicsit napibb számonkérés van, tehát szerintem egy új státuszkót teremtünk,
De az is biztos, hogy van olyan oldala, ami kedvezőtlen a munkavállalónak, és van olyan, ami pedig kedvező lesz szerintem a munkavállalónak, hogy visszaszoknak az emberek az irodákba. Amit mondtál arra, én egy rá borulnék, amire azt mondtad, hogy az a lényeg, hogy meglegyen a munkaidő. Ugye, hogy azért szerintem eddig még ott is, ahol munkaidő alapú elszámolás van, mondjuk egy teljesen átlagos cégben 8 órát kell dolgozni, ha valaki nem dolgozik 8 órát, csak 7-et, mert sokat cigizik, kávézik, stb. De a maradék 7 órában elképesztő energiával dolgozik, és megvannak a projektjei, akkor ő nincsen cseszegetve, sőt, akár még az is lehet, hogy szépen megy előre a ranglétrán. És visszaemlékszem egy cégtulajdonossal való beszélgetésemre, aki ilyen külsős értékesítőket akart fölvenni, és arról beszélgettünk, hogy neki volt egy ilyen vágya, hogyan tudja őket ellenőrizni. És akkor én kérdeztem tőle, hogy figyelj, ha megállapítasz egy tök jó arányt, hogy mondjuk ők keresnek neked 1000 egységet, és abból ők megkapnak 20-at, vagy 200-at, és az neked tudod, hogy egy nagyon jó biznisz, akkor téged miért érdekel az, hogy ő azt 5 óra alatt, vagy pedig 12 óra alatt csinálja meg? És ő azt mondta, hogy azért, mert hogyha én 200 egységért ő tudna nekem keresni 1500-at is, és csak 1000-et keres nekem, akkor az nekem veszteség, hiába még az 1000 is egy baromi jó biznisz lenne. És én most ezen gondolkodom, vagy ez van az én fejemben, hogy akkor aki eddig baromi jól teljesített, és volt neki egy munkastílusa, ahhoz oda megy a vezetője, és azt mondja, hogy figyelj, hát én azt látom, hogy ezt a kiemelkedő teljesítményt, ezt te 6,5 óra munkával éred el, én azt szeretném tőled kérni, hogy akkor még egy másfél órát pakoljál bele a napodba, mert különben bajok lesznek, vagy pedig különben nem lesz olyan az értékelésed. De nem az van, hogy ez ugyanúgy a felnőtté válás útján kéne, hogy menjünk itt is, és hogy én annak örülnék, hogyha a dolgozókat is felnőttként tekintenének, persze ehhez fel is kell nőniük, de hogy értitek, ez azt jelenti, hogy én például voltam úgy, ahogy te voltál, Róli, amit meséltél, vagy ebbe a példában, hogy én egy 8 órás munka idejű cégben dolgoztam, és sokszor nem voltam benne 8 órát. Még, ne adj Isten, még azt is elkövettem, ezt most elismerem így 5 év táblatából, remélem nem fognak kirúgni így utólag érte, vagy nem tudom, hogy kutyát sétáltattam egy hegyen munkaidőbe, képzeljétek el. És valahogy az egy nagyon nagy kérdés, hogy ez nem eljárult ugyanúgy hozzá az én teljesítményemhez. Mert hogy attól még, hogy én kutyát sétáltatok a hegyen, és nekem szellemi munkám van, teljesen elképzelhető, hogy én olyan dolgokon gondolkozom, amivel hozzá fog járulni az egyébként 6 órás munkavégzésemhez. Tehát ezt ki fogja ellenőrizni, vagy értitek akkor, honnan tudják, hogy mi is az, hogy munka? Bocs, mindjárt adom soha, hogy mi az, hogy munka? Mert hogy régen ez ilyen tök egyértelmű volt. Odaültél a gép elé, a szövőgép elé, és ott így mozogtál pontosan 8 órát, és kimehettél pisilni 2 órát, és nem is 8 órát, hanem 12-t mozogtál ott, és az tök tiszta volt, de manapság akár a mi munkánkban hogyan definiálod azt, hogy pontosan mi az, hogy munka? Csak azért kezdtem itt hökkögni, mert szuperlekes vagyok emiatt, mert pont most egy ilyen beszélgetésben vagyunk így globálisan, hogy egyébként, és azt hiszem erről múltkor is egy picit beszéltem, hogy mit akarunk akkor, hogyha vissza, ha ennek vége, akkor hogyan térünk vissza. És ugye tehát van néhány olyan dolog, amit muszáj végig gondolni. És az egyik az, hogy az A az, hogy milyen iparágban vagy, B az, hogy milyen típusú munkaköreid vannak, meg hogy milyen szerepeid vannak. És nyilvánvalóan az, amit te leírtál, az bizonyos, tehát szerintem kreatív szellemi munkakörökben, az kifejezetten fontos. Tehát, hogy kifejezetten fontos az, hogy te a saját személyes hatékonyságodat hogy találod meg, és hogyan tudsz a legjobb lenni, mert nyilván nekem, mint munkáltatónak az a legjobb, hogyha Gergő elmegy kutyát sétáltatni, mert utána 3-szor annyit csinál, mint hogyha nem ment volna el, és a ceruzáját rágja, és néz ki az ablakon. Meg közben tökre gondolkozom, érted? Nem is csak az. Ne, abszolút, de figyelj, tehát mit tudom én, tehát mondjuk én azt szoktam csinálni, hogy én elmegyek sétálni, van így az iroda körül van egy fél órás, meg egy órás sétáló kör, és akkor ott van, hogy ilyen sétálós meetingeket csinálok, vagy pedig csak egyszer nem megsétálok, mert tudom, hogy utána
jobb, mint hogy egész, után mondjuk nem tudom, mozgás nélkül az ember így elkezdi beludni. De hogy a másik része a dolognak az az, hogy a munkaköröknek a típusa is nagyon meghatározza azt, hogy egyébként mennyire számít, tehát mi az output, meg mi az input. Tehát az inputot várod el, vagy az outputot várod el, és hogy mi az, ami fontos, és mi az, amit látni akarsz, hogy mérni akarsz, vagy adott esetben a szabadság rovására megfigyelni. De hogy a nagy feladat szerintem ebben pont az, hogy el kell dönteni vállalatoknak, a cégeknek, kicsiknek, nagyoknak, hogy egyébként melyik irányba akarnak menni. És hogyha azt mondják, hogy én abban az irányba akarok menni, ami nem a mostani irány, mert azt gondolom, hogy megváltozott a világ, akkor lehet, hogy ezeket a munkaköröket, ezeket újra kell definiálni. Tehát lehet, hogy maguk a munkakörök fognak megváltozni, és azt fogod mondani, hogy máshol vágod el a tranzakcionális munkát és a nagyobb hozzáadott értékű munkát, hogy máshogy szervezed adott esetben a gyártást, azért, mert pont emiatt fogod tudni elérni azt a modellt, amit szeretnél csinálni. Ezzel megváltoznak a vezetői szerepek, ezzel megváltoznak a támogatói szerepek is. Tehát hogy ugye mindig abból indulunk ki, és ezért érdekesek azok a beszélgetések, hogy azt mondják, hogy én azt szeretném, hogy mindenki ugyanígy visszajöjjön, vagy azt szeretném, hogy úgy maradjunk, ahogy most, mert végül is ez működik, és valójában nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy hogyan akarunk működni, és ahhoz mit kell változni, hogyan kell nekünk változni, és az a változás, az kivitelezhető-e, vagy nem. Egy kicsit mind a kettőtökre reflektálva szerintem Soma nagyon jókat mondtál ezzel, hogy ez nagyon eltér személyenként és munkakörönként, és Roli eredeti példájára egy kicsit visszanyúlva, ha arról beszélünk, hogy valakinek a munkája nekem 10-szeres profitot teremt, tehát hogy egy szélzes, aki elad egy sars szélzes, tehát egy olyan dolgot ad el, ami nem kerül nekem többe, és hoz 1000 plusz bevételt, és abból adok neki 100-at, vagy 200-at, vagy 300-at, kell-e tudjam, hogy mennyi munkája volt, kell-e, vagy ő egyszerűen csak zsenés, és napi 5 perccel a networkjében ezt összehozta, valószínűleg nem kell tudni. De mi van akkor, hogyha az ő munkája hoz 1000-et, de amiben kerül nekem, az valahol 900 és 1200 között ingadozik. Azaz, hogyha valakinek, és rengeteg olyan iparág van, rengeteg olyan cég van, akinek nincsen 10-szeres profit szorzója a munkabérre nézve. Tehát, hogy nem tud 10-szer annyi margint vagy árést teremteni, mint amennyit elkölt a munkaerőre, hanem pár százalék a munkaerőköltséghez viszonyított ár, és vagy pár 10%, ott azért ezen nagyon sok múlik. Tehát ott nem arról van szó, hogy úgyis megtízszerezi egy kolléga pénzedet, akkor nem mindegy, most ezen akarsz szarozni, hanem arról van szó, hogyha nem rak bele eleget, akkor veszteséges vagy, és ha valakit nagyon szabadjára engedsz, és azt mondod, hogy hát dolgozz, amennyit akarsz, csak legyél meg, és azt mondja, hogy bocs, főnök, nem bírom a feladatokat, én ennyit nem bírok elvégezni, én tényleg ez túl sok. Honnan tudod meg, anélkül, hogy mikromenedzselnéd, vagy több ilyen kollégád lenne egy vállalatban, honnan tudod meg, hogy ez tényleg azért van, mert ő amúgy zseniális abban a 20 percben, amit naponta dolgozik, de abban a 20 percben tényleg nem fér bele több. Azaz kell valamilyen közös kompromisszum, hogy mihez mérjük. És ha valaki zseniális, akkor keressen sokat, de lehet, hogy ő 6 vagy 8 vagy alány órát dedikál erre, viszont ha az óra nincs ott, és a teljesítmény nincs ott, akkor nagyon egyszerűvé válik a helyzet, azért nem lett meg az eredmény, mert a munkát nem rakta bele, tehát időt se rakod bele. Emellett nagyon adom azt, hogy néha az embernek vannak sokkal kreatívabb, hatékonyabb periódusai, ami nem az íróasztalnál töltött időben mérhető, nem a seggét kell kifizetni, hanem a fejét. És egy barátom esetleg, hogy az előző cégénél a főnök azt mondta, hogy ő azt szereti megfizetni, amikor a kollégák sétálnak a tengerparton, és eszükbe jut egy baromi jó ötlet. Tehát, hogy ő ezért sokkal szívesebben fizet, mint amikor bengevesztenek. Azért, hogyha feladat van, munka van, és azt mondja valaki, hogy bocs, hát nem fér bele. Hát tudom, értem, hogy ott áll a feladat, de nem fér bele. És mennyit dolgoztál? Hát az mi között, főnök? Akkor abban azért van egy probléma, nem? Petya, elvesztettem a képedet. Igen. Valamiért. Én most jobb. Aha. Nem jobb, de látszom. Így van, de sok szuper. Kapcsolját egy másik színűre.
Amit nekem így eszembe jutott erről, amit mondhatok, az, én azt szeretem nagyon, amit Soma mondott, hogy az input vagy az output számít. Hogyha megnézitek a világot régebben, akkor az inputot mértük leginkább, vagy mérték, nem? És mit jelent az, hogy az inputot méred? Azt jelenti, hogy odaraksz egy csomó embert, kvázi oda kényszeríted őket, hogy ott legyenek, és miután nekik muszáj dolgozni, mert ott vannak, ezért elvárjuk, hogy valamennyit ebből teljesítenek is. Miközben, hogyha nem lenne kérdés, hogy az az ember, aki ott ül, az szereti a munkáját, akkor nem feltétlenül kéne mérned, meg kényszerítened rá. És akkor én bedobok egy ilyen provokatív kérdést, én az én csapatomban eszembe se jut, hogy mérjem, hogy ki mennyit dolgozik, egy dolog, hogy nincs is irodánk, de ha lenne, se érdekelne, mert hogy az én csapatomban mindenki, én tényleg úgy érzem, hogy szereti ezt, imádja. És persze nekünk nagyon könnyű dolgunk van, hiszen ez egy ilyen láb dolog. Szerintetek ez lehet-e, hogy tényleg itt szeretetből dolgozik mindenki? Rengeteget gondolkodom, ugye hát a munkánk kapcsán is azért kötelességszerűen szinte, és az egyik kedvenc könyvem egy Barry Schwartz nevezett úriember, aki a Miért dolgozunk című könyvet írta, amiben leírja azt, hogy ha megkapja a megfelelő szabadságot, tájékoztatást és motivációt egy kolléga, akkor nem csak egy ügyvéd vagy egy orvos tud egyébként értéket teremteni még hozzá, óriási hozadott értéket, hanem akár még egy takarító is, és akkor elmeséli azt a sztorit, amikor egy New York-i kórháznak a takarítójához oda megy egy bent fekvő gyereknek az anyja, és elkezd vele balhézni, hogy nincsen kitakarítva a kórterem, és a férfi az megfogja a szerszámait, visszamegy és kitakarítja. És akkor mondta neki a Barry Schwartz, hogy megfigyelte ezt a tranzakciót, hogy hát tudom, hogy 20 perce kitakarítottad. És akkor azt mondja a férfi, hogy igen, de ő egy anya, aki fél és ideges, és a gyereke kómában van, hát mi lett volna hasznosabb neki, ugye a gyógyuláshoz, hogyha én elkezdek vele pampogni, hogy már pedig az a kórterem tiszta, vagy pedig ha fogom a vödrömet, felsöpörök, felmosok, és mosolygok, és kedves vagyok vele. Szóval, hogy szerintem nagyon sok olyan munka van, ahol meg lehet ezt teremteni, és itt a kérdés az, hogy ugye hogyan gondolkodunk az emberekről, mert hogy egy ilyen, szerintem szintén ezt is Barry Schwartz mondta, hogy egy fekete lyuknak tök mindegy, hogy mit gondol róla Stephen Hawking. De annak a 10 vagy 20 embernek, vagy 1000-nek, akivel te dolgozol, annak tök nem mindegy, hogy a vezetőség mit gondol az emberekről általában, mert előbb-utóbb ugye egymáshoz fognak idomulni. Ha te azt gondolod, hogy nem kell ellenőrizni az embereidet, mert szeretik a munkájukat, akkor kiesik az, aki nem ilyen, és bejön az, aki ilyen lesz. Ha meg azt gondolod, hogy neked ellenőrizni kell, mérni kell, nézni kell, negatív visszajelzést kell adni, félelmet kell kelteni, és le kell csupaszítani ugye egy ilyen Adam Smith-i módon a munkát nagyon leellenőrizhető és egyszerű munkafolyamatokra, akkor pedig olyan embereket fogsz megtalálni, mert aki nem olyan, az el fog menni tőled. És én azt tapasztaltam, hogy tulajdonképpen minden vezető, ha elég erősen hisz valamelyikben, akkor annak a valóságát látja saját maga körül, és nagyon nehéz őket meggyőzni az ellenkezőjéről. Ez jó mondás. Csak egy dolgot hadd mondjak el, ez régóta bennem van. Volt egy cég, ahol dolgoztam, ahol tudjátok, költségelszámolást kellett csinálni, és ott volt, hogy mennyit költöttél, mire költöttél, tehát mondjuk 2500 forint autómosó, és volt egy olyan rublika, hogy hol. De úgy, hogy a számlát is le kellett adni, és azóta is azon hoztam. Egyébként elkezdtem beírogatni a végén mindenféle hülyeségeket. Mert hogy nem rohadt mindegy, hogy hol, tudjátok, és hogy így valaki egyszer egy Excel sheetbe berakta ezt a rublikát. Szóval ez jól hangzik róli, de jó lenne, ha így lenne. De amúgy ez tök így is van. Tehát, hogy nagyon egyetértek rólival, nekem ez egy személyes tapasztalat, most cégnevet nem mondok, de volt, legyük fel, hogy volt egy nagy cég, ahol dolgoztam valamilyen vezetőként, és pont ez volt a probléma, hogy én vezetőként azt képviseltem, hogy az embereket nem percre kell mérni, 11 évig álltam ellent annak, hogy legyenek ilyen kapuk, tudod, ahol mérik, hogy ki hány percet, mert azt gondoltam, hogy vezetőként igazából vagy kontrollom van, vagy bizalmam. És hogy ez egy nagyon egyszerű választás, viszont nagyon nehéz választás, mert ahogy én ezt a céget építettem, és nőttem a céggel együtt, sokszor kellett magamat erre emlékeztetni, és sokszor kellett a környezetem is emlékeztessen, hogy nekem nem azt kell tudnom, hogy a közel 1000 emberre van egy közvetlen kontrollom,
hanem elég azt tudnom, hogy akik nekem riportálnak, tehát az én csapatomban, mindenki jó fej, jól gondolkodik, jó vezető, és az ő csapatukban is mindenki jó középvezető, és az ő csapatukban is mindenki jó kolléga, és nem nekem kell az utolsó kollégát is tudnom ellenőrizni, azaz nem kontrollom kell legyen a teljes szervezeten, hanem bizalmam kell legyen a teljes szervezetben. Petya, egyébként mit mondasz most szerintem? Azt mondod, hogy neked a cég kultúra felett kell egy kontrollal rendelkezned, mert hogyha egy olyan cég kultúrát kell kialakítani, akkor megjelenik a bizalom mellé a teljesítmény is, és akkor minden kicsit gyorsabb lesz, és sokkal kevesebb munka is lesz, hiszen az ellenőrzési munkát is el kell végezni valamikor. A másik, hogy mást hoz ki az emberekből. És ahogy mondtad, más embereket is igényel, tehát más tud ebbe beállni. Én tegyük fel, hogy elmentem valamikor ettől a cégtől, és utána végre megvalósult más tulajdonosoknak a régi álma, hogy legyenek kamerák, mérőkapuk, időelszámolás, és lett is 30%-os fluktuáció, és tényleg le kellett cserélődni a teljes csapatnak, és teljesen másfajta csapatot épít az ember, hogyha percre méri a munkát, és nem eredményre méri. De egyébként nekem ez, amikor valamikor én tavaly volt egy hosszú projektünk, és így ült, emlékszem, hogy ültem ott az irodában bent az asztalnál, és amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen az egész arról szól, hogy ki mit gondol az emberről úgy általában. Szóval, hogy volt egy ilyen nagyon aprólékosan megtervezett projektünk, és az egésznek végül az lett a lényege, hogy akár megkérdezhettem volna azt a vezetőt a cégnél, hogy te figyelj, te mit gondolsz, hogy mi az ember, és ki az ember, és mi a célja az embernek itt az életben, mert hogy hiába nem gondolkodik rajta, meg nagyon filozofikusnak tűnik, de hogy ez minden egyes tevékenységében és a cég felépítésében meg fog látszódni. Soma, átadom neked a szót, mert láttam, hogy többször csak egyet akarok mondani, ami egy kicsit ilyen rossz arcúság. Hát nem adod el. Majd. De muszáj bedobnom, hogy ez nyilván társadalmakra is igaz. És hogy az egy ilyen érdekes kérdés, hogy mi az, hogy ahogy viselkedünk, meg amit gondolunk a társadalomban lévő emberekről, az vajon megvalósul-e így néhány év vagy évtized alatt, mert akkor van egy-két ország, amin így aggódom. És most inkább mondjuk Amerikáról beszélek például. Ja, persze. Nyilván. Soma? Nyilván. Ja, nem, én elkezdtem így leírni, hogy már jegyzetelni, mert annyi mindenről beszéltünk, de egyik téma jobb, mint a másik. Csak így néhány ilyen gondolat, csak azért próbáljuk így kronológikusan előre haladva reflektálni. Szerintem az egyik fontos az, hogy ezt sosem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokfajta munkavállaló van, és nagyon sokfajta iparág, és nagyon sokfajta típusú vállalat, kicsi, közép, nagy, attól függően, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy nyilván szuper az emberekbe bízni, és azt mondani, hogy ha ők érzik azt, hogy itt a végén egy Audi A6-os jön ki, akkor az mennyire fantasztikus élmény, amit ők soha az életben nem engedhetnek meg maguknak, és legközelebb úgy kerülnek hozzá, hogy a váltót összeszerelik. Tehát, hogy de hogyha azt mondod, hogy mindenkire rábízott, hogy mikor jön, hogy jön, mit csinál, hogy csinálja, akkor valószínűleg abból nem lesz egy Audi A6-os a gyártósor végén. Tehát, hogy nyilván ez valahol alkalmazható, valahol kevésbé alkalmazható. Ugye a másik része a dolgoknak az, hogy így mi gondolunk az emberekről, és hogy hogyan, mennyire bízunk benne. Szerintem így az emberekkel kapcsolatosan is így a vezetői stratégia nagyon-nagyon-nagyon más. Az egyik, sokszor kérdezték tőlem, hogy hú, és akkor lesz-e a csúszda, meg nem tudom milyen Google iroda, és hogy a ingyen kaja, és nem tudom mi. És akkor nyilván abban is el kell gondolkodni, ugye, amiről a Petya beszélt, hogy a margin, tehát hogy mennyi, mekkora a profit résed adott esetben, mi az, amit megengedhetsz magadnak, mi az, ami nem, ugye az 1000 és 1500 között, vagy a 950 és 1000 között mozgunk-e, meg hát, hogy egyáltalán mi az, amiben te belefektetsz, mert hogy egy csomó szempontból, de Google azt mondja, hogy én nekem megéri akár úgy is fizetni 1000 darab nagyon tehetséges fiatalt, mert az én modellem az, hogy nagyon kemény felvételével felveszek olyan
zseniket, akiket az is lehet, hogy máshova nem érnek föl. Elképzelhető, hogy 3 éven keresztül csak etetem őket ingyen, és fizetek nekik, és nem jön ki belőlük semmi. De nekem megéri, mert 3 évente ebből az 1000-ből van 4 darab olyan gondolat, ami nekem több milliárd dollárt ér. Tehát nyilván ez meg egy ilyen megtérülési vonal. Tehát, hogy csak ezt azért akartam mondani, mert ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különböző struktúrákban, méretben, modellekben és marginokban gondolkodunk. A másik, amire akartam reagálni... Bocsánat, de ez, hogy azt mondom, hogy szerintem ez nem biztos, szóval, hogy ebben nem lenne állhatós soha, hogy lehet, hogy csak én nem, de kipróbálta valaki? Szóval, hogy... Na, ezt akartam mondani, hogy van egy és mindjárt eszembe jut a neve, egy brazil vállalkozó. Pontosan. Zemler, Ricardo Zemler, ugye? Igen. Az, aki azt mondta, hogy ő tán örökölte a céget, tehát hogy ilyen teljesen nem ő építette, hanem örökölte a céget, és akkor elkezdett kísérletezni egy kultúrával, és azt mondta, hogy akkor most azt csinálom, hogy akkor mindenkit bevonok abba, hogy működik a vállalat, és különböző komplexitással, egyszerűséggel, szimulációval elmagyarázom azt, hogy most nyereségesek vagyunk, nem, sőt, adok pénzt különböző osztályoknak, és akkor ők eldöntik azt, hogy ők abból bútort tesznek, vagy kiszedik cashben, vagy mit csinálnak vele, és akkor ugye az asszisztens, akik majd beosztják a saját munkakörüket, az emberek is beosztják, és egy picit a gyártásból is bevitte ezt az emberek beosztják magukat, de ugye ez nyilván inkább úgy működik, hogy nem én magamtól döntöm el azt, hogy én mikor dolgozom, hanem a közösség ereje az, ami az ő kultúrájában jelentkezik, és ugye az elkötelezettség az abból jön, hogy neked akkor jó, ha belerakod a munkát, és mindenki belerakja a munkát, akkor mindenkinek jó lesz, de hogyha te nem rakod bele a munkát, de mindenki belerakja a munkát, attól még neked lehet jó, de ha mindenki így gondolkodik, akkor senkinek nem jó, és a prezentációk meg arról szólnak, hogy megértessék azt, hogy egyébként hol tartanak abban, hogy mindenki, tehát a játékelmélet alapon úgy gondolkodjon, hogy belerakja. És a harmadik dolog, amit még akartam mondani, az az, hogy ez a Control meg a Fesco, amit te mondtál, Petya, egy ilyen képzetbeli vállalatnál, ahol akár dolgozhattál is, hogy fontos dolog, hogy mi az, ami... Tehát van egy ilyen... Ha le akarom rajzolni, akkor azt mondom, hogy ha van a teljesítmény és a Fesco, akkor hogyha zero Fesco van, ugye a zero Fesco ez a, nem tudom, kontroll, monitorozás, nem tudom, hol tartasz, érdeklő. Tehát nyilván az elején ez egy ilyen érdeklődés, segítség, aztán átmegy abba, hogy egyre inkább kontrollálom, és a végén átmegy abba, hogy egyre inkább csesztetem, és ugye ez úgy néz ki, hogy ha nem érdekel senkit, amit csinálok, akkor minek csináljam, és aztán utána, hogyha érdekelnek, segítenek, együtt dolgozunk, akkor felmegy, és amikor meg mindent, bármit csinálok, úgyse jó, akkor pedig lemegy. És ami ebben szerintem igazán érdekes, az, hogy vezetőként neked azt kell meg, tehát neked azt kell, nem azt kell belőnöd, hogy a vállalatod az hol hatékonyabb, hanem azt kell belőnöd, hogy azt kell megértened, hogy minden embernek ez a görbé, ez tök más. És hogy hol van az a legkisebb közös többszörös, amire te ráilleszted a vezetői kultúrádat. Tehát én is azt mondom, hogy az én csapatomban, én megmondtam, hogy engem egyáltalán nem érdekel, ki mikor van szabadság, és hogy mennyi szabadságom van. Van munka, van, amikor fontos, hogy vagyunk, van, amikor... Tehát mindenki tudja azt, hogy mennyire fontos jelen lenni, nem jelen lenni, megcsinálni, nem megcsinálni. Inkább ilyen mission-based vagyunk. De hogy ez nem működik természetesen mindenhol, meg azt is tudom, hogy van olyan csapattag, akinél ez jobban működik, meg van, akinél kevésbé működik. Szóval szerintem ez egy ilyen érdekes dolog, hogy melyik környezetben melyik a hatékonyabb, és a legutolsó pont az pedig a visszaélés, mint olyan, mert szerintem ezt is sokszor mellélőjük, és ebből nagyon nagy kulturális veszteség lehet, az pedig az, hogy azért, tehát hogy ilyen 100%-os rendszereket akarok építeni. Nem engedek senkit home office-ba, mert akkor biztos nem a balatoni nyaralóban vannak. Ha mindenkit home office-ba engedek, akkor lehet, hogy visszajön vele, nem tudom, 5 ember, de lehet, hogy 300, 1000, 2000, 5000 sokkal hatékonyabb lesz is. És szerintem ezt a visszaélés, vagy a nem is, nem jó szó viszont, a diszfunkcionalitás, tehát valaki nem tud vele jól bánni, inkább így mondom, ezt, hogyha belekalkulálod, akkor,
akkor ez egy faktor, és nem egy kiinduló pont, vagy egy meggátlandó tény. Tehát mondjuk, ha lenne az a cég, amitől eljöttél volna, akkor ott meg lehetett volna nézni azt, hogy a te kulturális felfogásod, és a között ugye a korlátok, a kamerák ugye arról szóltak, hogy kiküszöböljék azt az 5%-ot, vagy 6-ot, vagy 7-et, vagy 1-et, vagy 8-at, aki azzal visszaél, de elvesztett 30-at. Igen, ez egy kicsit innentől pszichológia is, és nagyon erősen a vezetőnek, tulajdonosnak a pszichológiája. Ugyanis pont ezzel kapcsolatban szerintem van egy olyan faktor a bizalom környékén, hogy vannak emberek, akik sokkal jobban rettegnek attól, hogy egy ember az 1000-ből becsapja őket, mint attól, hogy az 1000 ember nem dolgozik elég hatékonyan. Abszolút. Tehát akinek, ha az egy túljár a fején, az bármi pénzt megér, hogy az ne történjen meg. Még azt is megér, hogyha az 1000 nem dolgozik jól. De ne lehessen az az egy, aki őt becsapja, vagy aki visszaértve. Szóval van egy olyan olvasata az egésznek, és ezt volt egy Béla nevű kollégám, aki zseniális volt a maga módján. Volt egy ilyen egész kategóriánk alkalmazottakra, úgy hívtuk őket, hogy annyi volt a névjegykártyuk, hogy híró. Voltak híróink. Róluk azt kell tudni, hogy ha nagyon nagy gáz volt, akkor ők mentették meg a cég seggét. Tehát, hogy ők voltak azok, akik nagy bajban csodákat műveltek és megmentettek minket. Viszont az is igaz, hogy békeidőben volt, hogy némelyikük nem járt be túl sokat dolgozni, meg bejött éjszaka részegen, vagy tehát, hogy őket nem... Az amerikai filmben a főhős, a John McClane, nem? Hogy úgy... Igen, vagy egy doktor. A feleségben minden, de amikor meg kell menteni Amerikát, akkor mégiscsak ő az. Így van. De egy kicsit ez a Dr. House figura is ez. És az egyik oldalról ők megmentették a céget, viszont volt köztük néhány, aki annyira visszaélt a békeidőben a lazasággal, amivel őket kezeltük, hogy ez a visszaélés, ez nem csak engem bosszantott, hanem demotivált nagyon sok embert, aki pedig nem csak, hogy jól dolgozott, hanem sokat is. És akkor itt jön be az a kérdés, akkor Gergő feléd egy picit, hogy oké, hogy mindenki annyit dolgozik, amennyit akar, de tudod mindenkiről, hogy imádja a témáját, akarja ezt csinálni, és sokat dolgozik. Ha egyik emberedről kiderül, hogy azokat az eredményeket, amiket szállított, azt napi fél órában szállította, az összes többiben amúgy két másik állása volt, meg alapvetően lustálkodott, akkor azt mondom, végül is fair enough, tehát, hogy fizettem neki egy csomó pénzt. Ezt szerintem csak akkor tudod megtenni, ha nagyon pontosan érted az ő értékteremtését és helyét az egészben, mert ha ő valamit csinált, ami néha sikerült, néha nem, ha egy kevésbé exaktul megfogható eredményért feleltő, mondok valamit, egy startupnál valaki felel a marketingért. Az, hogy a marketing nem tud sikeres lenni egy startupban, okozhatja 1000 dolog, nem jó a termék, nincs ott a piac, nem jó az árazás, egy csomó minden okozhatja, de ha nem jön az eredmény, tehát ha nem az van, hogy megtízszerezi minden forintodat, amit rábíz, hanem közepesen vagy rosszul teljesít az a terület, és kiderül, hogy igazából hogy csak napi fél órát dolgozott, akkor te hogy érzel ezzel kapcsolatban? Szerintem ez egy jó kérdés, és szerintem egyrészt, mint vezető, és itt most nem cégvezetőként beszélek, hanem egy kis csoportvezetőjeként, tehát egy 10 fős mondjuk csoportvezetőjeként, ez a feladatom. Tehát nekem, mint vezető, az a feladatom, hogy detektáljam, elég jól értsem az alattam levő kis számú embert, tehát nem több százat, mert azt nem tudom érteni. Igen. De én vezető, vagy nem tudom, minek nevezünk, csoportvezető, egy akármilyen nagy cégben, szerintem nekem az kell, hogy legyen a feladatom, hogy annyira értsem az alattam lévő emberek munkáját, hogy ezt tudjam detektálni. És lehet, hogy az először nem megy, ahogy a HFS-nél is, én nem tudtam pontosan, hogy kell mondjuk egy eseményt összerakni fizikailag, de most már tudom. És most már tudnék ilyen cheatereket detektálni. Tehát szerintem ez az egyik. És engem ezért kell szerintem, ha én egy nagy cégnek egy csoportját vezetem, akkor engem azért kell, hogy fizessen ez a nagy cég, hogy ezt jól tudja. A másik, amit mondtál, hogy mi van, ha nem működik jól, de ő csak fél órában dolgozik, az szerintem az meg arról szól, hogy mennyire vagyunk csapat. Mert az én csapatomban például ez biztos, hogy nem engedném, mert ha ez történik, akkor az azt jelenteni, hogy az egyik munkatársam azt, vagy csapattag azt mondaná, hogy figyeljük, én letettem az asztalra, engem nem érdekel, hogy az egész dolog hogy van. Mert pedig én két dologra
kérek embereket magam köré. Az egyik az, hogy ő mindent beletegyen, amit beletud, a másik pedig az, hogy a teljes szekér jól menjen. Mind a kettő fontos. De itt van pont ez, hogy a mindent beletegyen, amit beletud, az arról szól, hogy nem két órát dolgozik naponta, ugye? Nem feltétlenül. Figyelj, például itt van ez a helyzet, itt a koronavírus. Mi egy tök jól működő szervezet voltunk előtte, tök sikeres évünk lett volna, tényleg rekordokat döntöttünk volna, és bejött egy olyan valami, ami totálisan kihúzta az események alól a szőnyeget. Nekem egyetlen csapattagom se volt, aki azt mondta, hogy hát igen, itt most akkor az én feladatom az, hogy eseményekben, nem tudom, odarakjam a hely, fizikai helyszínre a dolgokat, akkor én majd, ha lesz, azt megcsinálom, és tök oké. Okay. Hanem kivétel nélkül mindenki együtt gondolkozott, és együtt bedobta az ötleteket, és a mai napig egy csomó csapattag olyan feladatokat vett magára, ami egyébként neki nem lenne a feladata, de miután most nem tud másba segíteni, most ebben segít. És én ezt viszont elvárom tőlük, hogy ez így tud működni. Én ez, megint hozzátenném azt, hogy ez tulajdonképpen megint csak a kultúra, ugye a Csányi Vilmosnak a kultúra megfogalmazása az, hogy közösen akciózunk, közös hiedelmeink vannak, közös szociális konstrukcióink, és ha mindez megvan, akkor kialakul egy lojalitás a csoport irányába, meg egy hűség és egy szolidaritás, ami pont azt jelenti, hogy ha nekem van egy csoport, akikhez tartozom, és az én identitásomnak a része az, hogy ennek a csoportnak a tagja vagyok, akkor még nem is kell az, hogy te szóljál nekem, hogy bele kéne tenni valamit, mert miért akarnám a saját identitásomnak bármely részét hagyni, elveszni, hát minden erőmmel azon leszek, hogy azt éppen fönntartsam. És szerintem ez van, hogy ez a kérdés, hogy vajon minden munkába bele lehet-e tenni ezt a fajta dolgot, vagy éppen hát akkor ilyen királymunkák, meg vannak a szopó feladatok, amiket ahol sajnos meg nekünk kell csinálni azt, hogy ellenőrzés, és bennem van egy idealista, amelyik azt mondja, hogy minden munkát a megfelelő akaraterővel és a megfelelő hozzáállással át lehetne állítani, és most így nem tudom idézni pontosan, de nemrég vizsgáztam még valamikor ugye év elején affektív pszichológiából, és van egy olyan mondat, amit megjegyeztem a könyvben, ami úgy hangzik, hogy a kompetencia motiváció, vagyis az, hogy az ember a környezetével hatékonyan bánjon és tudjon hatékonyan létezni, az az agyszerkezetbe kódolt emberi motiváció, amit nem lehet kiirtani, és határtalan. Szóval nincs neki határa, hogy hol van vége, mert mindig egyre jobb és jobb akarsz lenni. És ha szerintem minden vezető így gondolkodna, és belátná azt persze, hogy mire mondjuk ő megkapalja azt az embert, addig már 10 rossz vezetőn és 10 rossz kultúrán végigment, de ő ezt megfordítaná, akkor szerintem csodákat lehetne tenni. Az egy másik kérdés, hogy ez egy vezetőnek a dolga, vagy egy cégnek a dolga-e, vagy pedig az egyénnek a dolga, de hogy bennem ez az idealizmus azért még így 42 évesen is megvan. Erre hadd csatlakoznak rá, hogy szerintem ez abszolút a vezető dolga, aztán mindjárt adom, Petya, hogy ez az a csífség, amiről annyit beszéltünk róli, hogy és hogy van szerintem biológiailag a majmokban, ugye, akik mit vagyunk, egy ilyen tribe-hoz való tartozás, és hogy ez abban viszonyul meg, hogy én, mint vezető, nekem az is a feladatom, hogy megteremtsem azt, hogy ez a csoport ilyen, és ezt hogy tudom megteremteni, hogy miért nem működik ez feltétlenül egy csomó szervezetben, én is sajnos voltam ilyen szervezetekben, amik egyébként jó szervezetek voltak, de voltak olyan részei, amik nem működtek így, és miért nem működtek így? Mert olyan dolgozók voltak benne, akik nem voltak odavalók. És miért voltak ott azok a dolgozók? Mert valakinek az öccse volt, valakivel, hát hogy is mondjam, gyakrabban ebédelt hosszabb ideig, meg nem tudom, és akkor nem kell több példát mondanom, pontosan tudjátok. És én azt éreztem sokszor a kollégákon, hogy miért rakjak én bele, akár ha baj van, tripla annyi munkát, mint amennyit egyébként belerakok, ha XY ugyanúgy nem rak bele, csak nagyon keveset. És szerintem nekem, mint vezető, feladatom, hogy ne engedjek ilyeneket bele a saját szervezetembe, hanem ha van egy jó fej haverom, akit valamiért segíteni akarok, akkor nem tudom, valami más módon segítsen, de ne az én szervezetem. Öleld meg! Hívd meg egy fagyira! Meg kell vele ebédelni jó hosszan. De ez ugyanaz, amit a Petya mondott, nem? Tehát, hogy ott van az az ember, aki
szerintem a fűszerebe az volt, hogy azért nem teljesít, nem azért, mert ő nem rak bele munkát, hanem azért nem teljesít, mert egyébként a körülmények is olyanok, hogy nem tud benne teljesíteni, de mellesleg egyébként nem dolgozik többet, mint fél óra naponta. Tehát szerintem ebben az esetben én pragmatikus vagyok, szerintem egyszerű a válasz. Tehát én azt mondom, hogy ha van egy olyan ember, akinek nem adottak a környezetek ahhoz, hogy teljesítsen, és nem is csinál mást, vagy meg kell válni tőle, vagy meg kell nézni azt, hogy egyébként miért van ott, ha ott van, van olyan, amit tud csinálni, tudok-e azon változtatni, hogy ő hatékonyabb legyen. És nekem ugyanez a válaszom arra, hogyha valakiről kiderül, hogy tök jó egyébként, de 4 órában csinálta azt, amire én azt mondtam, hogy tök jó, akkor én most haragszom-e rá, vagy nem. És én azt mondom, hogy szerintem ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy az ilyen embereknek azt mond, és nem egyszer, nem kétszer volt menni, hogy azt mondta, hogy fú, látom, hogy neked van szabad kapacitásod, mentális, fizikai, bármilyen időd, tudok melléd rakni embereket, és azt tudom mondani, hogy csinálja, sokszorozzunk meg téged, azért, mert ha 4 órában ilyet csinálsz, akkor nekem azt kell, hogy azt csináld, amivel ezt meg tudod sokszorozni, és amit mással meg tudunk csináltatni, ezt csináltassuk meg. Tehát, hogy persze tök jó, meg szép az, hogy egy közösség vagyunk, de ez megint csak ugyanaz, ez a visszaélés, nem visszaélés, ahol te, mint vezető, te mindig a közösségért felelsz, és azért felelsz, hogy ők hatékonyak legyenek és motiváltak legyenek, ami azt jelenti, hogy ilyen esetekben szerintem muszáj lépni, és a lépés az nem egyértelműen az, hogy kiszeded, hanem az, hogy átstruktúrálod, de nagyon sok esetben egyébként az, hogy ki kell szedni. Az egyik ilyen visszatérő vitám a HR vezetőimmel mindig ugyanaz volt, hogy amikor megkérdezték, hogy egy-egy munkakörben, akkor mi legyen a munkaköri leírás, akkor én foggal körömmel ragaszkodtam egyetlen mondathoz, hogy az legyen minden egyes embernek a munkaköri leírása, az az volt, hogy tegyen meg mindent a cég sikerére, ami erejéből telik. És volt olyan kolléga, aki azért repült, de nem sok, de volt rá példa, mert azt mondta, hogy bocs, de ez nem az én munkaköröm. Volt egy feladat, el kellett volna végezni, és azt mondta, hogy de hát bocs, hát nem ez van a munkakörül, akkor itt valami nagyon nagy baj van, itt egy félértés van, hát azt gondolod, hogy azért vagy itt, hogy ami le van írva egy listába, azt megcsinálod, de semmi más nem a feladat, és te, ha olyan munka nincs, akkor csak ülsz itt. És ez egy kicsit ugyanaz, amiről Gergő beszél, hogy ha így nézzük, aki nem úgy ül ott egy munkahelyen, hogy bármit megtesz, ami a cég, a csapat, a törzs sikerét szolgálja és erejéből telik, akkor az rossz helyen van. Mert akkor ez nem az ő törzse, akkor neki nem ide kell tartoznia, hanem a szíve nincs itt, csak bejár ide azért, hogy pénzt kapjon, hogy ne haljon éhen és tudjon venni dolgokat. Mondd. Azt akarom erre ráhúzni, az még egy szint lehet, az egy külön adást megér, hogy ez itt tök igaz, csak mi is a törzs célja? Hogy én például voltam annyira loser, hogy én elhittem, hogy egy-egy cégnek az a célja, hogy nagyobb legyen a piac részesedése, meg ilyenek. És akkor és én ezt a játszmát játszottam, és egyre nagyobb is lett az általam menedzselt dolgok piacrészesedése, de azt vettem észre, hogy vannak a szervezetben egy páran, akik nem ezt a játszmát játszák, ők azt a játszmát játszották, hogy ő nekik nagyobb autójuk legyen, meg nagyobb irodájuk, meg nem tudom mi, és hogy a piacrészesedés ez éppen hogy áll, az egy, hát mondanám, hogy másodlagos, de inkább tizedleges dolog volt. És akkor ez egy nagy kérdés, hogy melyik játszmát játszod, meg ezt mondják el. Tehát én ezt akartam pont behozni, hogy a kiválasztásnál milyen vagány lenne, ha ezt így elmondanák neked. Fiú, ez egy olyan szervezet, ahol így játszunk. Ez viszont egy olyan szervezet, ahol úgy. És akkor te döntsd el, hogy melyik vagy. És ez azért fontos, mert amúgy, ha nincs olyan cél, amivel te tudsz azonosulni, tehát ha a cég célja, a csapat célja, az valahogy nem tud a te célod lenni, mert pont leszarod, vagy pont nem értesz egyet, elmész egy dohánycéghez dolgozni, pedig utálod, hogy létezik, akkor ott biztos, hogy nem ugyanaz a drive-od, nem ugyanaz a motivációd, nem úgy fogsz beleállni. Igen, de azért azt is megkockáztatom, hogy és egy picit a volt hárvezető védelmére kellek, hogy tehát azt gondolom, hogyha mondjuk így húzol egy statisztikát,
hogy ma Magyarországon hányan dolgoznak úgy, hogy teljes mértékben azonosulnak a vállalat céljával, és hányan dolgoznak úgy, hogy nekem ez a személyes céljaimhoz kell ahhoz, hogy tudjam mondjuk, nem tudom, bármi is legyen a személyes célom, akár a családomat etetni, akár csak túlélni, vagy akár azt mondani, hogy kedvencem egyébként a SZAT 1-en, amikor a szerencsekerékben a postás volt, és megkérdezték tőle, hogy mi a hobbija, és mondta, hogy veterán autókat gyűjtött, és nyilván ez magyarországi postástól, ez ritkán hallja az ember, de hogy ő azért postás, mert itt nem érdekli az, hogy mennyire öröm Frau Tetchen azért, hogy megkapja az unokától a levelet, hanem ő azért postás, mert annyi pénzt kap, amiből aztán megveszi a veterán autóit, és a garázsba felújítja. Tehát, hogy nyilván azért ezt is valahogy kezelni kell, és szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokat hozzátesz a kultúrához az, hogyha minél több embert célirányba tudsz állítani a célért, de hogy ennek van egy természetes plafonja, amit egy vállalatnál lehet érni, és ez megint csak azt mondom, hogy ez a munkakör meg tevékenység függő, és hogy ezért érdekes ez a brazil ember, aki azt mondja, hogy ezt ő megpróbálta egészen mélyre vinni a szervezetben. Szerintem egy szervezeten belül, hogyha kicsiből nagyra építi az ember, akkor egész sokáig ezt fel lehet tartani. Ezt az irányválást. Ha megörököl az ember egy szervezetet, ott nem biztos, hogy könnyű azt mondani, hogy akkor most lecserélném a csapatot, mert igazából. Igen, ott van az Amazon, ugye a Jeff Bezos az azt mondja, hogy nem tudom, day one, tehát hogy minden nap úgy kell bejönnöd, mint hogyha az első napja lenne az Amazonnak. Nem tudom, hogy a Seattle-i logisztikai központban egyébként mindenki úgy megy be. Biztosan. Láttam erre jó példát, és amúgy egy érdekesség, nem tudom, tudtátok-e a munka szó eredetét. Na. A munka az egy szláv eredetű szó, és a jelentése kín, szenvedés. Oh. Tehát, hogy alapvetően a munka az onnan ered, hogy amikor az ember elszenvedi a kint azért cserébe, hogy ne halljon éhen a családja. De én azt gondolom, hogy a másik oldalról dolgozni viszont az ember szeret. Hogy van egy olyan beépített alap, velünk született ösztön, hogy ha nem rontják el bennünk, ha nem direkt szabotálják el bennünk ezt az érzést, akkor dolgozni jó. Mert igen, alkotni jó, teremteni, hatással lenni, együtt csinálni valamit, sikereket elérni, tanulni, ez egy jó dolog. És szerintem, aki ezt megtalálja, hogy ezt ő hol tudja csinálni, és hol van az a közösség, amiben őt hagyják dolgozni, akkor én azt látom, hogy egészen mindegy sokszor, hogy mi az a konkrét munkakör. Van minden munkakörben, aki élvezi a munkáját, szereti a csapatát, és szeret együtt valami jót csinálni. Ez a valami jónak a részese lenni, az egy ilyen olyan mély emberi ösztön, ami tehát teljesen abszolút igazat adok neked ebben, hogy ugye a munka, meg ez is kérdés, hogy a munka egyébként, ha nem a kín és a szenvedés, akkor mi a munka definíciós tud? A munkám a hobbi, meg ezekben is lehet, ez is egy külön adás szerintem, hogy lehet belemenni, abba, hogy hol válik el az egyik a másiktól, de hogy az egy ilyen elemi ösztön, ez a hovatartozás, meg az, hogy valami jónak a része lenni, olyat csinálni, ami értelmes, és erre általában a mai ismert szocializációban ugye a munka keretei az egy ilyen elég jó keretet ad neki, hogy ezt lehessen érni. Bocs, Roli, beléd folytottam. Én csak közben megnéztem, én sem emlékeztem a nevére pontosan, hogy Ricardo Semlernek hívják ezt az úriember, egyébként egy 12 000 fős cégnek a felső vezetője, ő, és még nagyon sok érdekes dolgot mondott, úgyhogy érdemes megnézni az ő előadásait. És mondjuk az egyik az volt, amikor elkezdett azon gondolkodni, hogy az ő folyamatos növekedésük az hány embernek okoz problémát tulajdonképpen, mert az, hogy ő hajtja a CSS-eit, hogy növekedni kell, az azt jelenti, hogy akkor az operációnak is növekedni kell, akkor a facility menedzsereknek is aggódni kell, hogy hogyan tudnak még több facility-t szerezni, ugye Brazíliában, Rióban, meg Belo Horizonte-ban, ahol elég nagy nyomor vagy sűrűség van, és akkor rájött arra, hogy ugye ez is ez a cím az egyik adásának, hogy a radikális bölcsesség,
hogy ő is föltette ezt a kérdést, hogy miért vagyunk itt ezen a világon tulajdonképpen, hogy ő mikor lesz boldog, amikor majd a végén itt fogja hagyni ezt a világot. És volt még egy mondás, ami nekem nagyon tetszett, hogy olvasott ilyen hatékonyságkönyveket, és akkor az volt benne, hogy vasárnap este gondold át, hogy mivel fogod kezdeni a napodat hétfőn. És ő azt mondta, hogy ettől a hideg kirázza, hogy a vasárnap este, ami egy ilyen gyönyörű családi pillanat lehetne, hogy akkor valaki ott ül és tervezgeti a hetét, és azt mondta, hogy ő rájött valahogy 50 éves korában, hogy nem az a menő, hogy vasárnap este azon gondolkodsz, hogy mit fogsz csinálni hétfőn a munkában, hanem az a menő, ha már szerdán tudod, hogy mit fogsz csinálni hétvégén a családoddal, és hogy ő ezt akarja megtanítani egyébként az embereknek. De ő a dying day-es? Ő mondta a dying day, hogy van egy ilyen dying napja. Igen, a cancer day egyébként. Szerintem ő volt az. Igen, a cancer day. Hogy minden héten, vagy minden hónapban van egy olyan nap. De héten egy napot kiveszünk. Igen, héten egy nap, mint hogyha aznap tudnám meg, hogy halálos beteg, és akkor azt csinálja, amit akkor csinálnak. Képzeljétek, ezt csinálom, és ez tök jó. Na, és akkor ő azt mondta, hogy az oktatás, hogy oktatás, nevelés, és hogy ezért csináltak először egyetemekre együttműködést, rájöttek, hogy ott már picikét az ember másfelé van kalibrálva. Akkor elmentek egy gimnáziumba, aztán csináltak egy általános iskolát, majd még rájöttek, hogy csinálni kell egy bölcsödét, és most ennek az embernek bölcsödétől van egyébként oktatási intézménye, mert azt mondja, hogy ott fogjuk tudni ezt megtanulni, hogy hogyan kell igazából élni és dolgozni, és egyébként meg szerintem mindenkinek van olyan élménye, csak hogy a munka, mint kín, hogy visszakapcsoljak, amikor valami elképesztően rossz munkát kellett végezni, elképesztően rossz körülmények között, és mégis elképesztően jól érezted magad. Így van. Szerintem itt lassan álljunk is meg, ez nagyon jó végszó, mert megint jót mentünk, ott volt a csúcspont egyébként, amikor azt hiszem Petya azt mondtad, hogy és mi is az élet értelme, mi végre vagyunk a világon, szóval, hogy eljutottunk ide, mindig eljutunk ide, egyébként nyilván 42 a válasz. Megyünk még, megyünk majd, igen. Annyiszor el akartam ezt mondani, és most lehet, hogy több emberhez el tudom juttatni, hogy olyan érdekes ez a munka ünnepe, ugye ez van ma, és ha belegondoltok, hogy ezt le kellett volna csapnunk, úristen, kezdjük előről. Nem, a munkát a hiányával ünnepeljük. Ugye, hogy a szeretet ünnepét úgy ünnepeljük, hogy szeretünk, és mindent úgy, a víz ünnepét úgy, hogy vízben vagyunk, a munka ünnepét pedig úgy, hogy nem is gondolunk a munkára. Lehet, hogy azt kell csinálni, hogy újra kéne brandingen, és van az, amit mi is csinálunk, amit igazából szeretünk, és az nem munka, valami szót ki kell találni, mert azért az se igaz, hogy hobbi, ebben igazad van Soma, tehát hogy ez nem ugyanaz, és akkor van a munka, ami meg a favágás. Angolban a két szó, a work és a labor, az elkülönül ilyen szempontból, mert a labor az ott is egy kicsit a szenvedést jelenti. Tehát az a fajta munka, amikor szenvedünk érte. Lehet, hogy magyarban is megvan rá a szó. Megtaláljuk. Jó van. Bezárom, mert megint egy órán keresztül beszélgetünk. Tök unalmas volt, ahogy szoktuk. Nem baj. Majd legközelebb jövő héten egy picit feldobjuk valamivel. De én ennek ellenére nagyon élveztem. Köszönöm. Búcsúzz el a nézőktől. Szevasz. És az élet értelme. Így van. Fukiság megjött. Nem kell gördeszkázni, megígértem, és tartja az időt. Az teljesen jó. Akkor menjetek, mindenki menjen, még épp süt a nap. Jövő héten pénteken találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!